Mi a téma? A fürött téma? Jó, oké, mindenki ismeri azt a mondást, minden csöves útja Rómába vezet. Amen! Amen! Rómában tényleg 3 millióan élnek, 16 ezer hajléktalan van, az iszonyú sok. Lesznek nagyon sok információ lesz, nagyon sok rizsa lesz, kukorica, matrica, szóval érdemes velem tartani ebből a kretének műsorba. Itt vagyok a reptéren, most megyek ki Róma Cityben, jó, de jó, jó, de jó! Nézzük, hogy hogyan lehet olcsón venni a repjegyet, ezt mindig írjátok így kommentekbe, hogy mi hány méter, oké, van az, ami olcsó, a Pelikán, a Google Fly, a Skyscanner, a Ryanairnek az oldala, a Wizzairnek az oldala, most reklámozzák a kiwi.com, az is jó, szóval ott nézelődjetek, csemegézzetek, gyerekek! Most körülbelül 22 ezerért megyek ki, január 13-án volt 3000 forintért is jegy. Most volt pont egy cikk, nem olyan rég, hogy egy csávó Nagy-Britanniából kiment Milánóba pizzázni, és olcsóbban kijött, mint a rendelt volna otthon Angliába egy pizzát. Szóval srácok, és a reptéről be tudtam jönni egy busszal. Paráztam, hogy első ajtós vagy nem a reptér ilyen busz, de szerencsére nem volt első ajtós. Csepereg az eső! Csövestek lenni, jaj de menő! De jó, ezt az alvást ezt elengedtem, mert nem találtam semmi jó helyet. Valamikor van olyan, hogy minden is meglátok, és be tudok dzsalni, és tudok aludni, de nem, semmi nincs. Most valahogy eljutok az állomásra, ott szundi-bundi lesz majd. Elnézést, hol vagyok most? Miskolc. Ismerős a hangzása. Reggelit kezdjük egy pizzával, gyereket, nézzétek, mit találtam! Hát remélem, hogy nem járt le. Ezt hívják pizzának, gyerekek! Nem mai darab! Nem még ehető! Reggeli után mi következik? Hát a fogmosás! Egy európai tanulmány szerint az olaszoknak a legegészségesebb a foga. De nincsen fogkrémed, akkor hogyan mossunk fogat? Állít mikrobiológus szerint a takonyban vannak olyan anyagok, az mucinnak hívják, ami megakadályozza a fogszúvasodást okozó baktériumok letelepedjenek a fogainkba, és így nem lyukadnak ki a fogak. Beautiful, beautiful! Hát ugye ide be kell dobni a pénzt, és aztán lehet kívánni jó kívánságokat. Értitek a célzást? Le lehet nyúlni. Gyerekek, ez már 20 cent. Sokszor a földön is vannak pénzek amúgy. Itt is van egy. 1 cent, Sziasztok! Itt van mellettem... What's your name? Gustavo. Itt van mellettem Gustavo, aki ugyanúgy turkál, kukázik, és utcaművész, muzsik. Igen, és meg... Igen, és akkor megmondta, hogy vész, turkálsz a kukákba, vészt fut, és hogy nagyon sok kaját lehet találni itt a kukákba, és nem is elmegy el karikatív szervezethez. Majd március 20-án, March 20, going to Argentina, és nagyon élvez itt a homeless életet. Ennyi, gyerekek. Oké, blitzelni a metró nem olyan egyszerű, mert kapus. Itt láthatjátok, összesen 3 metró van csak így Rómában, hát 3 metróhálózat, ami elég kevésnek tűnik. Nem azért, mert ellopkodták a pénzt, mint a 4-es metrónál. Mindenhol emlékművek vannak, és elegük lett az építészet.
embereinek. Itt szerencsére a buszok nem első ajtósak, szóval könnyű a blitzelés. Annyit figyelni kell az ellenőröket. Az ellenőröket átlagos ruhában vannak, egy szürke kabátba. Csak vádlinapok lesznek. A turista oldalak is azt ajánlják, hogy ne buszozzunk, ne költsünk, hanem tényleg sétáljunk, mert annyi emlékmű van így egymás mellett. Na mondok egy újabb tanácsot, aki jössz ide csövesként, ne gyere haza Magyarországra még nagyobb csövesként. Miért mondom ezt? Hát a zsebtolvajok miatt. Világon a Róma második helyen áll a zsebtolvajlásban, Barcelona az első, ott napi 289 zsebtolvajrablás történt. Tiköztünk belemegy a kamerába. A változó, hogy hogy lopnak, van, aki egyedül lop a tömegközlekedésen, van, amikor ketten, az egyik eltereli a figyelmedet, a másik közben ellopja, de van, akár hárman is csinálják. Mondják, másod le az irataidat és hagyd a szállodába, illetve élj úgy, mint egy római, azaz épülj be, és ne nézzék ki, mint turista. Ne, legyetek igénytelenek, ne fürödjetek, gyerekek, tényleg nézzetek ki csövesül, és nem fognak minden egyes utcasarkon leszólítani az árusok, nem fognak rátukmálni semmi, tényleg szabad leszel. Beszéljünk egy kicsit a vízről. Az a lényege, hogy a reptéren behozhatsz üres fél literes vizet. Szóval ez azért lesz jó, hogy herpeszt-terpeszt akapd el itt Rómában. Iszonyos sok kút van Rómában, szóval fel tudjátok simán tölteni. Szerintem minden sarokban van. Egy probléma van, egy probléma van, sehol sem lehet püsélni, de hív pozitívan. Pizzás dobozba találtam tésztát, jó, kicsit csúnyán néz ki, meg egy kicsit előtte már beharaptam a kamera előtt, már nem bírtam ki, de most kamerába zsíbe leszek, nem a leggusztusosabb, meg nem kapok el semmit, de... Egyőre nem találtam kaját, és úgy vagyok vele, hogy inkább együk meg ezt, hogy kár a táplálék, kellene a vitaminok. Amúgy nem rossz, nem tudom, hogy milyen tészta. Túros talán? Mindegy, olasz. Sos ettem még olaszt. Ha kaját szeretné, akkor mi a teendő? Hát az utcasarkokra kell menni. A finom halatokért, ugye ide sarkokra teszik ki a szemetet, illetve a maradékot. Most én találtam az egyik pizzázóznak a zacskóját. Hát gyerekek, itt vannak pizzák, és ez mind tele van. Pizzával. Nyilvánvaló van, ami össze vannak folyva, és ebből ki kellene válogatni, melyik az, ami finom, nem fókuszál rá, de ráfókuszál, melyik az, ami nem, de biztos, hogy van benne finom pizza. Beszéljünk az alvásról. Itt fogok aludni, ez egy építkezés alatt. Szarszag meg húgyszag is van, de jó ez ide nekem, bástya! Magyar hajléktalant utoljára 2007-ben öltek meg. Három román állampolgár ölt meg egy magyar hajléktalant az egyik római parkban, és utána felgyújtották. Ezt nem tudom, hogy miért mondtam el, de... Ciao bello! Nézzetek, mit találtam, gyerekek. Majál le. Én nem vagyok annyira profi túlélők, akkor mit csináljunk, hogy kaját szerezzünk? Hát a legegyszerűbb, gyerekek, hogy eljöttök a magyar konzulátushoz. Itt Rómában van. Láthatjátok. Mi a konzulátus és mi a nagykövetség között a különbség, mert össze tudták téveszteni. A konzulátus ide utazó állampolgároknak segít, a nagykövetség az meg az ország diplomáciai dolgát csinálja, szóval az sokkal nagyobb. Kint voltam Dickkel, Londonba is állítottam minden iratomat, és akkor kértem segítséget, mondom, ételosztás hol van, vagy szállás hol lehet csinálni, és akkor adtak ilyen térképet, ilyen papír, kinyomtatott papírt, hogy hol vannak kaják. De tudom, hogy Dick Johnsonban nagyon benne maradt az, hogy nagyon flagmáztak ott velünk, csövikkel nyilvánvaló. Ez az élet csodálatos. Oké, gyerekek, beszéljünk kicsit a gettósabb részekről is, mert eddig a jó helyeknél vagyok általában.
Itt Terminébe, itt éjjel, ide környékére ne gyertek, de még csövezni se, elmondom, hogy miért. A vasútállomásra szemben egy lakóépület alá elkezdtem ott aludni, pont jött egy csávó, aki ott lakott, felment ahol lakik, aztán kidobott két darab petárdát, ki akart füstölni onnan, a gyerekek a dobhártyán majdnem szétszakadt, ott mellettem volt egy másik csöves, ő felsekelt. Kerestem egy másik helyet, mentem az állomáson végig, és nagyon durva csövesség van, de nagyon para arcok is vannak, akik ilyen tipikusan sittes arcok, szerintem még a lábujjamról még a köröngombát is ellopnák. A Termini vasútállomás nyugati oldala nem sokban különbözik egy Harlemi utcaképtől. Nem vagyok egy félős fickó, de azért a NASZ utamon csak nem húznék 21-re lapot. Gyerekek, az a lényege, elkezdtem bent forgatni, de oda jött egy magánnyomozó és mondta, hogy ezt felejtsük el, ezt a felvételt, illetve lefotózták rendesen meg a YouTube csatornámat is, szóval a nemzetközi hírnév is megvan. Beszéljünk a hippik hippiéről, az Assisi Szent Ferencről, akinek itt is voltak nézeteltérései, de végül befogadták a brigádba. Vagy egy nagyon gazdag családból származott a Ferenc, de elege lett a pénzből, elkezdte szétosztogatni. Az apja erre nagyon ideges lett, jó, megverte és elvitte a püspökhöz. Püspök előtt levetkőzött egy mesztelenre, polgár pukkasztott, és minden ruháját odaadta a szegényeknek. Elindult a zarándok útra, januárban is mezítláb volt. Kaját is úgy szerzett, hogy mindig bekopogtatott valahová, de egyre több híve lett, és végül harmadik ince 1209-ben jóvá hagyta, és rendé lett. Nekem egy kérdés lenne, a Ferenc bekopogtatott volna hozzátok, ti elküldtétek volna? Nézd, és egy szál kenyeret tudna adni, nagyon éhes vagyok, Rómában megyek éppen. Nem adok egyébként semmiféle szál kenyeret. Menj el dolgozni! Vagy adtatok volna neki egy szelet kenyeret, és beszélgettetek volna vele egy jót? Egy kis macska kajába. Ne így jár többet, amit megbeszéljük. Nem fogok többet egyébként pihálni. Nem fogok többet egyébként inni. Itt vagyok a Lidl-nél, biztos nagyon sokan kíváncsiak vagytok, hogy olaszban mennyik az árak, hamács. Spoiler, ezek szerintem nem sok különbség van. Hoztam egy kicsi eurót, de pár eurót hoztam. Most 3 euróért körülbelül durván több mint 1000 forintért így be fogok vásárolni magamnak. Kíváncsi vagyok, mit tudok belőle menni. Euró 11 centet költöttem, vettem egy lencsét, ez 60 cent volt, vettem 1 euróért sajtot, vettem egy kenyeret, szeretett kenyér, vagy mi ez, toast, és vettem egy kis banánt. Egy újas forrulási tip! Most éppen elkezdtek kenni, de az is lehet, hogy ti is sokszor nézitek az én videómat, akkor ti is esztek, hát ezt okosan csináljátok. Houston Egyetem kutatása szerint tévézés utóbozás közben sokkal több kaját fogyasztunk el. Az agyunk ráfókuszál a videóra, és nem jelez, vagy sokkal később jelez, hogy már jól laktunk. Érdekesség, hogy főzőműsort nézünk, akkor sokkal többet teszünk, mint egy természetfilmet néznék. Oké, megint itt fogok aludni, ahol tegnap. Tegnap fáztam. 5 fokra lehűlt, és a hálózsák azért nem a legjobb, nem lehet normálisan összehúzni, zárni. De mindegy, inkább a másik probléma az, hogy esik az eső. És ázik be a Titanic, süllyedek, de ki fogom bekkelni a mai nap. Ott egy szép épület, ott egy sátor, te is legyél csöves mától, köszönöm szépen. A hajléktalanok trófea helyett ebben a csodálatos étteremben járnak kajálni, szóval arany élet! Oké, itt vagyok egy temetőbe, és a következő téma az a halál, az öngyilkosság. Ugye egyre nehezebb túlélni Rómát, egyre több a hajléktalan, egyre jobban darálja be a rendszer az embereket. Egy nagyon szomorú történet. A Róma birodalom idejében nagyon menő volt úgymond az öngyilkosság, de tilos volt a rabszolgáknak, a katonáknak megölni magukat, viszont egy római polgár
engedéllyel, a szenátustól engedélyt kellett kérnie, és általában a szenátus megengedte, de az állami lett az összes vagyona, és öngyilkos lehetett. Krisztus után első században egyre spirituálisabbak lettek az emberek, egyre kevesebb lett az öngyilkos, ott el is terjedt egy latin mondás: non occidens nec alterum ergo necte. Mondok egy spórolási tippet, tényleg a rottyom vagytok, teljesen tényleg kéne segítség, a pszichológus még nagyon drága, akkor nyugodtan hívjátok fel a lelki segély szolgálatot, 116 123, az a 123, higgyétek el, nagyon jó arcok vannak ott. Csömbbe vállalja? Igen vagy nem? Milyen szép virágokat dobnak ki a temetőbe, komolyan mondom, nem hiszem el, hát ennek csak alig van valami baja. Oké, ennyi lett a videó, itt vagyok a reptéren, most visszamegyek Budapest City-re, 18 000 lesz jegyecske. Szeretnék a kint élő magyarokkal, kint lévő csövesekkel, hippikkel, bárhogy hogy hívjuk őket, velük forgatni. Szóval aki kint él, vagy tud olyan embert, aki kint él valamelyik külföldi országban és egy nagy túlélő, az írjon rám egy e-mailt és lehet meg fogom látogatni. Iratkozzatok fel, like, comment, dislike, stb. Hova sarokkal, nem szép a legény élet!